Még novemberben tették le a Baktaló rendházát a környező településekkel összekötő bicikliutak alapkövét. 500 millió forintból a település eddigi kerékpárútját felújtják, illetve további szakaszokat is építenek, melyekkel Petneházát, Nyírjákót és Nyírkiecset kapcsolják össze a járási székhellyel. A beruházás nem egyedülálló a településen. Jelenleg is számos fejlesztés zajlik a járási központban, közel 3 milliárd forint értékben. A 3 milliárd forintos fejlesztés az több részből tevődik össze. Időbeli elhatárolást, ha figyelembe veszük, akkor vannak befejezéséhez közeledő projektek, illetve vannak olyan projektek, amelyek az elkövetkező egy évben valósulnak meg, illetve veszi kezdetét a kivitelezés. Elsősorban a toppos pályázatoknak köszönhetően zajlanak ezek a fejlesztések a Baktaló rendházán, ez több mint másfél milliárd forint értékű. Belvízelvezető rendszer felújítás, a zöldváros program, kerékpárút építési projekt. Emellett a Dégenfeld kastély pincéjének a felújítása is az önkormányzati beruházások sorába tartozik. De a terület és település fejlesztési operatív programba tartozó felújításokon túl közel 500 millió forintból Baktaló rendháza általános iskolája is megújul, továbbá egyéb forrásból korszerűsítik a település középiskoláját, valamint a városon áthaladó állami közutat is. Elsősorban, hogy a járási székhely mi voltunk, indukálta ezeket a fejlesztéseket, de nem csak járási székhely vagyunk, hanem egyéb szempontból is körzetközponti feladatot látunk el. Oktatás területén ugye középiskolánk van a településen, a közbiztonság területén ugye rendőrös van Baktaló rendházán, hogy említettem a hivatásos katasztrófavédelmi őrs jelenlétét is a településen. Tehát nem csak járási szempontból, hanem tehát járási közigazgatás szempontjából térségközpont Baktaló rendháza itt a megye közepén, hanem egyéb szempontokat figyelembe véve is, és ezek hozták ezeket a fejlesztési lehetőségeket. Baktaló rendházán egy sportkomplexum kialakítását is tervezik, amely egy új sportcsarnokot, egy műfőes focipályát és egy teniszpályát foglalna magában.